Kevés olyan tragédiája van a magyar történelemnek, amely akkora létszámú halott, eltűnt és sérült katonát eredményezett, mint az 1943. január 12-én kezdődött Doni áttörés. Ennek a 67 éve történt eseménynek az évfordulóján így emlékezett Herceg út. Donmenti csatáról szóljon most az ének, vitéz magyar csapat, ahol semmi lett. 1943. telén, január hónapnak 12-én. Donmenti kanyarban vérfestette havon, halva feküdtek ők, csendben, hallgatagon. Lehúnyt szemük alatt köncsepp jégé fagyott, legtöbbje álmában már hazautazott. Ki tudja, mit mondott alkuk utoljára, visszavárja-e még szeretett családja. És az édesanyjuk nem öleli többé, ott kell maradniuk örökkön, örökké. A történelmi tragédiáról a település valamilyen módon mindig megemlékezik. Sőt, ezeken a fogadott ünnepeken a hívek imádságra gyűlnek össze. Mi általában megünnepeljük a magyar hősök napját, illetve megemlékezünk a magyar hősökről. Nekünk az év is egy sajnálatos eseménnyel kezdődött, mint mindig a 45-ös elhurcolásra emlékeztünk január 2-án, most pedig a Doni események, illetve a Doni tragédiáról. Régi-régi hagyománya a községnek, hogy a templom melletti hősi emlékműnél gyertyagyújtás van. Ide illő énekeket éneklünk. A Don folyóvonalánál a német és a szovjet hadosztályokhoz viszonyítva jóval gyengébben felszerelt magyar hadosztályok az 1943. január 12-13-án megindított nagy erejű szovjet ellentámadásnak nem tudtak ellenállni. A magyar védelmi vonal áttörése után lőszer, üzemanyag és felszerelés hiánnyal küszködő magyar csapatok óriási vereséget szenvedtek. Hercegkúti elesettek is vannak, és hercegkútiak, akik eltűntek, tehát nem is tudunk róluk, hát nyilván már nem valószínű, hogy élnek, de négy a leadott listában négy hercegkúti van, aki ezekben a harcokban vesztette az életét. Ezek vissza vannak igazolva, de tudunk több olyanról, akik harcoltak ott és nem tértek haza. Én meg ismertem olyanokat, akik harcoltak, de hazatértek. Hová tűnt sok sírhalom,